Mediterrán ciklon követ mediterrán ciklont, kedden is csapadékos időre készülhetünk, a hét közepétől azonban ismét kissé szárazabb levegő érkezik a Kárpát-medence fölé. A hét további részében azonban számottevő mennyiségű eső már nem lesz. A népi megfigyelések szerint, ha Erzsébet napján havazik, akkor karácsonykor is lesz hó. Nos, ez alapján legalábbis bízhatunk a fehér karácsonyban, de mérget azért ne vegyünk rá. Hétfő estére minden esetre fokozatosan szinte mindenütt megszűnik a csapadék, de borult marad az ég. Az éjszaka második felében délnyugat felől azonban újabb csapadékzóna érkezik Magyarország fölé, így egyre több felé kell újfent csapadékra számítani. A nyugati megyékben havazásra, havas esőre, másutt esőre készülhetünk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet fagypont közelében alakul. Kedden délelőtt a nyugati megyékben is egyre kevesebb helyen havazhat, de a hó napközben már olvadhat, köszönhetően a 0 fok feletti hőmérsékletnek. Mindazonáltal kedden délre a nyugati hegyvidékeken, kiemelten a Soproni és a Kőszegi hegységben 5-10 cm hó is hullhat, az Alpok alja más részein pedig lepel 5 cm hó eshet. Ettől keletebbre esőre kell számítani. Kedden délután országszerte számítani kell csapadékra, de délnyugat felől fokozatosan eláll az eső, illetve a nyugati megyékben is mind több helyen vált át a halmaz állapot havas esőre, illetve esőre. Összességében egyébként jelentősebb mennyiségű csapadék valószínű. Kedden délutánra 2 és 9 fok közé emelkedik a hőmérséklet, keleten a magasabb értékekkel, de a hőérzetünk ennél lényegesen alacsonyabb is lehet. Ugyanis a keleti és észak-keleti szelet többfelé kísérhetik erős szőlőkések, öltözzünk tehát rétegesen.